Pálinkás József hazugságnak tartja Gulyás Gergely kijelentését, mely szerint összességében nincs pedagógus hiány. A Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke úgy véli, a kormánynak elég, ha a tanárok összlétszáma elér egy bizonyos értéket, akkor már nem beszélhetnek hiányról, hiába hiányoznak matematika, fizika, kémia szakos tanárok. A szaktanárhiány bizonyítéka lehet, hogy a budapesti Madách Imre Gimnázium Facebookon keres angol, spanyol, matematika, informatika, történelem magyar és testnevelés szakos egyetemi végzettségű tanárt a következő tanévre. A jelentkezésnél előnyt jelent a 3-5 éves gyakorlat. Az Eduline 2023-as rangsora szerint ez a gimnázium Magyarország 9. legjobb középiskolája. Továbbá rendelkezik egy alapítvánnyal, ami a szülők hozzájárulásával az állam által nem térített tehetséggondozást, szakköröket, szabadidős programokat is kifizeti a pedagógusoknak. Az összefoglalót tehát együtt néztük az MTA korábbi elnökével, volt oktatási miniszterrel, Pálinkás Józseffel. Köszönöm szépen, hogy eljött. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi lehet ön szerint a megfejtése annak, hogy valószínűleg azért elképzelhetetlen az, hogy ne látná az oktatási vezetés, és a végén ugye Pintér Sándor jelen esetben azt, hogy azért baj van a pedagógus létszámmal, és még nagyobb baj lesz valószínűleg július első hete után, amikor a státusztörvényt várhatóan elfogadják. Tehát nem akarják látni, vagy esetleg tényleg nem látják? Nem akarják látni, nyilvánvalóan megpróbálják megnyugtatni, úgymond az embereket, akik szeptemberben fognak igazán szembesülni azzal, hogy bizonyos osztályokban egyszerűen nem lesz szaktanár. A tanárhiány nem, hogy nincs tanárhiány, tragikus talán tanárhiány van, hiszen azokon az alapvető szakokon, mint matematika, fizika, kémia, biológia, gyakorlatilag nincs tanár, Budapesten sem. Most gondoljuk el a kisebb városokat. Ez sajnos 20-30 éves probléma, tehát nem ma keletkezett, de legalább szembenézni kellene a dologgal, és most azonnal a tanárképzésben, illetve a tanárok megbecsülésében lépni, mert 10 év múlva összeomlik teljesen a magyar oktatás. Ugye pont erre hivatkozva jött létre a státusztörvény, és ígérik azt például, hogy a fizetéseket azért elszakítják az eddigi szabályoktól. Tehát, mi akadályozza őket, hogy most? Hát az uniós források hiánya, ugye a mondás szerint. Hát másra van pénz, úgy látom. Volt egy nagyon érdekes cikk a Telexen a múlt héten, azt nem tudom, hogy látta, ami az MCC-ről, ugye a Matthias Corvinus kollégium működéséről szólt. Három mondatban összefoglalom a nézőinknek is, hogyha esetleg lemaradtak róla. Arról szól ez a nagyon alapos összeállítás, hogy a közoktatással párhuzamosan egy alapítványi tehetséggondozó rendszert épített föl sok százmilliárd forintból a kormány, amiben minden olyan elem benne van, amit szakértők a jelenlegi közoktatásból hiányolnak. Például a frontális oktatási rendszer helyett a kiscsoportos, vitákra, érvelésre épülő oktatási rendszer, ösztöndíjrendszer, külföldi utak, nyelvkurzusok, és például olyan iskolán kívüli tanulmányok, mint közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, társadalmi tudományok, jog, pszichológia, íráskészség, és az ember akkor azt látja, hogy tudja a jelenlegi vezetés, hogy ez a versenyképes tudás záloga, miért nem a közoktatásban valósítja meg? Azért, mert egy szűk elitnek akar ilyen oktatást, szét akarja szakítani azt, hogy azok, akik pillanatnyilag a elithez tartozanak, az ő gyerekeik kapjanak ilyen oktatást, az de ő gyerekeik ingyenes, legyenek. Tehát, hogy pályázati alapon ingyenes, viszont ingyenes, ezt bejutni. Ezt ön fizeti ki, én fizetem jó, ki. Én mondjuk már kevésbé nyugdíjasként, de azok fizetik ki, akik megtermelik Magyarországon. Ugye, a gyereknek ingyenes. Tehát, hogy ezeket a módszereket ingyenes, a közoktatásban is be lehetne vezetni. Hát a közoktatásban elég nehéz lenne ennyire jó körülményeket teremteni, mert azért rengeteg pénzbe került, tehát a MCC-ben, ha jól számolom, most itt hirtelen fejben beraktak körülbelül 500 milliárd forintnyi vagyont. Értem a módszereket, tehát azt, hogy mondjuk nem frontális, nem biflázós, nem... Igen, de ehhez olyan csoportok, olyan tanárok kellenek, annyi pénzt kell fizetni az ottani tanároknak. Az MCC az egy borzalom a magyar oktatásban, mert olyan módon kiemelnek oktatókat és olyan fizetéseket adnak, amit Magyarországon elképzelhetetlen. 10 000 eurós, havi 10 000 eurós fizetéseket adnak egyetemi oktatóknak, ráadásul nem is olyan igazán kiváló egyetemi oktatóknak, akiket külföldről hoznak. Tehát itt óriási baj az, hogy lesz egy szűk elit,
és lesznek azok, akik nem férnek hozzá a tudáshoz, nem férnek hozzá a modern tudáshoz, de hát ez összekapcsolódik a gazdaságpolitikával, iparpolitikával is. Na de hogyha ugye, és ez átvezet a következő témánkhoz, hogyha már most munkaerőhiány van, és nem képezzük ki azokat a generációkat, akik képesek váltani attól függően, hogy éppen milyen tudásra van szükség, akkor miben reménykedik a kormány? Nem tudom, hogy miben reménykedik, én már régóta úgy látom, hogy valójában nincs kormányzás, egy szűk elit magának megpróbál mindent megszerezni, megkaparintani, úgy élni, ahogy tőlünk nyugatra élnek, és nem törődnek azzal, hogy mi történik az ország lakosságának 70%-ával. Ugye azzal viszont nem lehet vádolni a kormányt, hogy ne lenne valamilyen víziója arról, hogy mit akar elérni, és erről mostában nagyon sokat beszél Szijjártó Péter, ugye a gazdaságfejlesztés és az akkumulátor beruházások kapcsán. Most ugye a múlt heti beruházás az az Ácsi 520 milliárd forint értékű beruházás 900 új munkahelyjel, és ott is elmondta, hangsúlyozta, hogy csúcs technológia jön, tehát nem összeszerelő munka, és hogy ha ezt most nem lépjük meg, akkor a teljes hazai autóipar a sor végén fog kullogni, és egyébként most olvastam olyan elemzéseket is, amelyek nem kormánypárti elemzőktől származtak, és tényleg arra hívták fel a figyelmet, hogy itt 10 éven belül egy elképesztő verseny lesz a Kínából jövő elektromos autók és az európai piacon, és Kína igazán komolyan győzelemre áll, és ez nagyon-nagyon káros lehet az uniós foglalkoztatottságra, uniós GDP-re, hogyha az európai autóipart nem tudjuk megmenteni. Az európai autóipar hogyan fejlődik, ezt majd meglátjuk, hogy a jelenlegi akkumulátor technológia lesz a nyerő, vagy lesznek más technológiák. Nem azzal van baj, hogy akkumulátort gyártunk Magyarországon, hanem azzal van baj, hogy ilyen gigantikus mértékben gyártunk akkumulátort. Gondolja el, Debrecenben ugye 100 megawatt óra tárolási kapacitást állítanak elő évente. Tudja, hány tonna lesz ez a kapacitás? Ez 300 ezer tonna anyagot állítanak elő, és ezt vissza kell hozni 5-7 év múlva Magyarországra, és itt földolgozni ezeket az anyagokat. Ezt még senkitől nem hallottam, Szijjártó Péternek ahhoz, hogy mennyit ért a csúcs technológiához, azt nem kommentálom inkább. Tehát azt nem veszik figyelembe, hogy mi lesz 3-5 év múlva, most egyébként ez a akkumulátor gyár idehozatala, ez a külföldi befektetésekről szól. Arról, hogy most ez pénzt hoz be az országba, pillanatnyilag pótolja azokat a forrásokat, amelyek az uniós források leállítása miatt hiányoznak, arra viszont nem gondolnak, hogy ez 3-5-10 év múlva nem fog semmit hozni, mert itt előállítják, a profitot kiviszik. Tehát az a elképzelés, hogy a külföldi működő tőke kiváltja azokat a forrásokat, amelyeket egyrészt az uniós források, másrészt, amit ha ezt okosan befektetik, ez hoz, ez teljesen hibás gazdaságpolitika. Milyen kártya van akár a civil lakosság, illetve az ellenzék kezében ebben a helyzetben ön szerint? Az ellenzéket én úgy látom, hogy nem nagyon érti, próbálja követni a Fidesz kommunikációját. A lakosságnak a kezében az van, hogy követeli azt, hogy tájékoztassák megfelelően. Most a hírekben talán Ácson lehet hallani, nem mondták el az embereknek még 2 héttel azelőtt sem, hogy hát azt mondták, hogy ez nem akkumulátorgyár, hanem katódgyár. Ugye erre hivatkozott a polgármester, amikor lehet mondani, hogy katódgyár, hogy az emberek több elnézést kérek, de annyira tanárhiány van, hogy a nézőink többsége nem tudja, hogy mi az, hogy katód. Jó, ebben ön is segített nekünk, azért legyünk őszinték, igen, igen. Hogy az emberek többsége nem tudja, hogy a katód az az egyik elektródája az akkumulátornak. Ugye most már eljutottunk odáig, hogy köznélkül lehet közmeghallgatást tartani, sőt, van olyan kormány vagy önkormányzat, ahol már üzenetrögzítően lehet reagálnia ezekre. A népszavazási kezdeményezéseket, helyieket, országosat lesöpörték. Milyen lehetőség van még? Ez az embereknek mindig megvan a lehetőségük arra, hogy kifejezzék a véleményüket azzal, hogy elmennek az adott önkormányzat elé, és ott, ha ott fognak állni és követelni fogják, akkor előbb-utóbb kénytelenek lesznek. Ön szerint van olyan pont, amikor ettől az elképzeléstől visszakozik a kormány, hogy erre tegye fel Magyarország gazdaságának a jövőjét?
Szerintem van olyan pont, hogyha az emberek kellő ellenállást tanúsítanak azzal, hogy az ő közvetlen környezetükben ne legyen olyan méretű beruházás, ami az ő életfeltételeiket lehetetlenné teszi. Nézze, ehhez víz, energia kell, a termőföldet használja, a környezetet használja. Most kérdés az, hogy néhány 10 vagy 100 dollárral több GDP-t akarunk-e termelni, vagy normálisan akarunk élni, élhető környezet, élhető körülmények. Ezek a gyárak olyan óriásiak, hogy a környezetükben gyakorlatilag nem lehet élni. Azt, hogy Nevadában, a sivatag közepén csinálnak egy ilyen akkumulátorgyárat, ez rendben van. Az, hogy ezt egy kisváros közvetlen környezetébe csinálják, ez nincs rendben. Köszönöm szépen, hogy itt volt.